vers az mindig az ember lelkéből, nem csak a tudatából, nem csak az agyából születik, hanem a tudat és az érzelem egysége szükséges ahhoz, hogy egy gondolatból, egy érzésvilágból vers legyen. Most, mikor ezt bármilyen módon, akkor meg pláne, hogyha idegenek től visszakapom, visszahallom, az ugyanolyan, mint mikor az ember a gyerekeiben látja önmagát, amikor látja az ifjúságát, az a csodálatos érzés, hogy hadd legyek egy kicsit ilyen, a mai est miatt patetikus, hogy tovább élek. Önmagam a magam szugában, a világhoz csak moszogtatom. Feltem az ég, sosem volt kék, füstökaltam mindig a napot. Nekem nagy csoda, hogy ilyen sokan még azért érdeklődnek az irodalom iránt, és azt gondolom, hogy ha ez így van, akkor nem vagyunk elveszett emberek. Ennek a napnak azért is örülök kimondottan, mert tehát itt nagyon sok művészeti ág összejöhetett, és itt a stúdiónkban az irodalmi szalon legendák nyomában cigány költők műveivel foglalkozik, fönn az emeleti foájéban Szent András István cigányfestő, Kossuth Díjas cigányfestő festményeit láthatja a közönség. Tehát ez egy olyan komplett este, ami kimondottan a cigányság életéről, életviteléről, gondolkodásáról, emberségéről és minden szépről szólhat. Hát ez egy nagyon szép emlék is mindannyiunknak, azt hiszem, hiszen azért az, hogy Csoli Daróczi Józseffel úgy lehetünk itt együtt, hogy igazából színészként is jelen volt, a saját verseit is elmondta, illetve hát mondhatjuk, hogy a próba folyamatot ilyen szempontból nagyon izgalmasnak találtam, hiszen azért az, hogy szokták mondani, hogy hát ő ugye nem színész. Hát dehogy nem, sőt több annál. Tehát itt azért egy megélt élet, egy nagyon különleges pálya, sok keserv és sok öröm. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű pillanat volt. Nem az ég, sosem volt kék, füstökaltam én. Attila a dal című Csoli Daróczi József verset zenésítette meg, és ez emiatt, ebből a szempontból is nagyon különleges élmény volt, és hát én megmondom őszintén, hogy a próbán azt láttam, amit az Attila nem láthatott, hogy a Csoli Daróczi Józsefnek a szemében egyszer csak megjelent egy pici könyv, majd olyan gyorsan eltűnt, mert ő egy kemény, büszke ember, de én úgy gondoltam, hogy ez azt jelzi, vagy azt jelenti, hogy örült ennek a feldolgozásnak. Szerintem nagyon szép lett, ami nyilvánvalóan elsősorban a vers érdeme, mert azt el kell ismerni, hogy ez a Csoli vers egy rendkívül erős és rendkívül jó vers. Élmény volt már megzenésíteni is, az is jelzi, hogy jó vers, hogy nagyon gyorsan elkészített a megzenésítést, úgyhogy én nagyon örülök, hogy meg vagyok elégedve, hogy ezt eljátszottam, és jól érzem magam ettől. Ever.